most már három olyan kormányrendelet van, ami a járási hivatal működésével kapcsolatban nagyon sok feltételt meghatároz. Tehát nem véletlenül történtek ezek, meg az egyeztetések is talán nem fogalmaznék úgy, hogy elmaradtak, ugyanis volt már júniusban egy olyan polgármesteri jegyzőértekezlet, akkor az addigi információinkat szeretük volna átadni, és ott felhívtuk nyomatékosan minden jelenlévőnek a figyelmét, hogy a járástörvényt olvassa el, ismeri meg a kormányrendeleteket, mert azok pontosan meg fogják határozni, hogy milyen feltételrendszer mellett fog működni a járás, mi lesz a feladata, és mi lesz majd a tankerületeknek a feladata. És november 2-át azért választottuk, mert remélem, hogy a héten megkapjuk azt a minisztériumi jóváhagyást, ami a járásbiztosoknak a három súlyponti járásnak a kialakításához a jóváhagyást megadja. Tehát Sopron, Moson-Magyaróvár és természetesen Győr, mert a súlyponti, de még Csornán fog ehhez kapcsolódni, mert lesznek olyan feladatok, amik nem minden járásban fognak megjelenni államigazgatási szempontból, hanem lesznek ezek a súlyponti járások, ahol a járási feladatokat ezeken a járás székhelyeken fogják majd a járási hivatalok úgy végezni, hogy a többi járásra, tehát Győr esetében Tét és Pannonhalma lesz még az a két járás, aki ide lesz kapcsolva, kihatással lesznek. Csorna pedig majd kapuvári járással fogja közösen végezni ezt a feladatellátást. Ami most a mi dolgunk, ez a harmadik lépcső, a nem tudom mi hányadik lépcsőn, ez az emelete való feljutáshoz még hány lépcső kell megtennünk. Az első megvolt, amikor augusztusban a kollégáim felmérték minden egyes önkormányzatnál a rendelkezésre álló feladat, vagy az államigazgatási feladatellátáshoz az eszközállományt. Ezt követte az a közszolgálati ellenőrzés, amikor meg kellett tenni a kormányhivatalnak, hogy minden egyes önkormányzat esetében elvégezte az államigazgatási és egyéb önkormányzati feladatokat ellátó személyeknek a humánpolitikai átfogó ellenőrzését. Ezen sokan meglepődtek. Ez még a közigazgatási hivatalnak a feladatkörében is benn volt, és a kormányhivatal volt olyan kegyes, hogy 2011-ben és 2012-ben egyetlen egy önkormányzatot nem vont ellenőrzés alá. És elszoktak a kedves polgármester hölgyek és urak, érző hölgyek és urak attól, hogy a kormányhivatal ennek a feladatának bármilyen módon eleget tegyen. Nem jelöltünk ki senkit. Érdekes módon a kormány úgy döntött, hogy minden egyes önkormányzat esetében ezt a közszolgálati ellenőrzést le kell folytatni, és le is folytattuk. Igazán nagy és érdekes megállapításokat nem lehetett tenni, de voltak, aminek majd a sajtón keresztül is adunk valamilyen módon hírt, vagy lehetőséget, hogy megismerje az érdeklődő közélményt. Kiemelek egy érdekességet, van olyan önkormányzat, ahol 45%-os veszélyességi pótlékot megállapítva foglalkoztatták a kollégákat. Tehát van rá példa, de a döntő többségében nem volt ilyen kirívó szabálytalanság. Aprók voltak, és az ismereteink szerint a múlt héten már megkapta, vagy ki lett postázva minden egyes önkormányzatnak a települését érintő jelentés. Úgy tudom, hogy megtörtént, ugye? Megtörtént. Tehát lehet, hogy már meg is ismerték a polgármester, hölgyek, urak ezeket a jelentéseket, és megszabtuk azt a határidőt, amíg a pontosítást, a javításokat meg kell tenni. Tehát ott nem láttam olyan óriási gondot. A harmadik lépés pedig ez volt, ami a kormányrendelet, illetve a járástörvény alapján megszabta, hogy az önkormányzatoknak és a kormányhivatalnak milyen feladatköre van, hogy a járási hivatali rendszert ki tudjuk építeni, fel tudjuk állítani. Nem a mi ötletünk volt, személyes ötletem, hogy ez így alakuljon, de ezt nagyon pontosan keretbe szabta az a jogszabályi háttér, amit nekünk alkalmazni kell, és ebben nem volt eltérési lehetőség sem időben, sem a tartalmát illetően, de ezt az önkormányzatokkal egyeztettük. Tehát az is egy számomra nehezen értelmezhető megjegyzés volt, hogy nem volt egyeztetés a jegyzőkkel. A jegyzők itt voltak értekezleten, azért hívtuk be őket többször, és volt olyan, aki azt mondta, hogy neki nem adatott meg az a lehetőség, hogy megismeri pontosan a kormányhivatal által kiszámolt átadásra kerülő eszköz, illetve a humánpolitikai állományt. Voltak ilyen egyeztetések, én nem mindegyiken voltam jelen, de főigazgató asszony volt ennek a felelőse, és ahol kérdések voltak, azokat még utána is próbáltuk pontosítani, egyeztetni. Köszönöm.
Köszönöm.